A sötét alakok köztünk élnek. El se hiszed, hogy mennyi beteg gondolkodású ember mellett mész el nap mint nap az utcán. Persze ez az arány erősen meg tud ugrani, ha elmész az USA-ba, ahol nem csak a nemzetiségüket tekintve él sokféle ember. És az egészben a legdurvább, hogy kis túlzással, de akár még percben elsétálhatsz akár egy gyilkos mellett is, legalábbis azt nézve, hogy 2015-ben 100 000 főre nagyjából 5 gyilkosság jutott az Egyesült Államokban. Sziasztok, Márfők a 10-es listától, és ma elhoztam nektek a világ 10 leghírhettebb sorozatgyilkosát. Csak hogy az elején tisztázzuk a különbséget, sorozatgyilkosnak olyan embert nevezünk, aki különböző alkalmakkor öl meg összesen legalább 3 embert, míg egy tömeggyilkos rövid idő alatt veszi el sok ember életét. Természetesen ez a videó 18 pluszos tartalom, úgyhogy csak saját felelősségre nézzétek meg. Ted Bundy a 20. század egyik legismertebb erőszaktevője és sorozatgyilkosa. Ezt a két vágyát nem külön-külön élte ki, hanem egyszerre. Többnyire fiatal lányokra vadászott, akiket teljesen nyílt helyeken szólított le, majd kieső helyekre csábított, ahol megerőszakolta és lefejezte őket. Legalább 12 nő esett neki áldozatul, akiknek a fejét trófeaként haza is vitte. Hiába kapták el a rendőrök, kétszer is megszökött, csak hogy 3 további gyilkossággal később végleg elkapják és halálra ítéljék. 1989-ben végezték ki villamosszékben. Leonard Lake és Charles Ng se tartozik a minta állampolgárok közé. Csak úgy, mint Ted Bundy, ők is a 80-as években tevékenykedtek, már a gyilkosságokat nézve. 11 és 25 közé tehető az áldozataik száma, akiket megerőszakoltak, megkínoztak és végül megöltek Leonard kaliforniai farmján. Az egész csak azután derült ki, hogy Leonard öngyilkos lett a letartóztatása után és a rendőrség átkutatta a farmját. Ott ugyanis megtalálták az emberi maradványokat, és még rá is tudták bizonyítani Charlesra, hogy bűntárs volt a gyilkosságokban. Charles gyorsan el is menekült Kaliforniából, de egy hosszú embervadászat eredményeként sikerült elfogni, és 1999-ben bűnösnek nyilvánították. Azóta is a kivégzésére vár a San Quentin állami fegyházban. Újabb erőszaktevő sorozatgyilkos következik, de John Wayne Gacy kivételesen nem fiatal lányokra, hanem tini fiúkra vadászott. A 70-es években tartott a rettegésben Chicago fiataljait. Az áldozatait saját házába csalogatta, munkát vagy pénzt ígérve nekik, majd egy érszorítóval megfojtotta őket. 26 áldozatot a saját háza alatt rejtett el, a későbbi testeket pedig a Duplain folyóba dobta. Végül elkapták és a bíróság 33 gyilkosság miatt halálra ítélte, de a kivégzését csak 14 évnyi börtönben töltött idő után 94-ben hajtották végre. Egy kicsit elmegyünk Amerikából egy másik nagyhatalom, Oroszország területére. Itt olvashatunk ugyanis Andrej Csikatiló borzalmairól, aki legalább 52 nő és gyerek megerőszakolásáért és meggyilkolásáért felel. 1978 és 1990 között végezte a piszkos munkáját, amiért meg is kapta a Rostovi Rém, vagy más néven a Rostovi Hentes becenevet. A rendőrség sejtette, hogy ő a gyilkos, viszont nem volt bizonyítékuk ellene, ezért megfigyelés alá helyezték, ami során végül sikerült elég bizonyítékot gyűjteniük a letartóztatására. A bíróságon 56 gyilkosságot vallott be, de csak 53-at tudtak rábizonyítani, amiből 52 miatt 1994. februárjában ki is végezték. Mellesleg az áldozatok családjai azt kérték a bíróságtól a tárgyalás alatt, hogy engedjék szabadon, hadd végezzenek vele ők maguk. Tommy Lynn Sells se épp olyanokra vadászott, akik könnyen megvédhették volna magukat, hanem kislányokat jelölt ki áldozatainak. Viszonylag a szerencsének köszönhető, hogy elfogták, mert azután sikerült kézre keríteni, hogy bemászott egy 10 éves kislány szobájába, majd miután egy késsel megszúrta, ott hagyta meghalni. A kislány viszont a sérülései ellenére túlélte az esetet és figyelmeztette a szomszédokat, emellett még egy részletes személyleírás is tudott adni a rendőröknek, akik így elfogták. Sells a bíróságon azt állította, hogy nagyjából 70 embert ölt meg, amivel Texas valaha volt egyik legbrutálisabb bűnözőjévé vált. A rendőrség ennek ellenére csak 22-t tudott rábizonyítani, de természetesen ez is elég volt a halálbüntetéshez. 2014-ben végezték ki a texasi állami fegyházban. Gary Ridgway, vagy más néven a zöldfejú gyilkosa, a 80-as és a 90-es években dolgozott meg a hosszú börtönbüntetésért, állítása szerint több mint 70 gyilkossággal. 2001-ben sikerült letartóztatni, akkor még 4 rábizonyított gyilkosság miatt, viszont a halálbüntetés elkerülése érdekében a rendőrséget elvezette az áldozatai rejtőhelyekre. Legalább 5 áldozatát dobta bele a zöld folyóba, innen ered a beceneve. Végül 49 gyilkosság elkövetésért életfogytiglani börtönre ítélték.
Egészen Dél-Amerikáig megyünk el a következő betegemberért, aki nem más, mint a Brazíliában élő Pedro Rodriguez Filho. Pedro 14 évesen gyilkolt először, majd több betörést és gyilkosságot is elkövetett a helyi drogdílereket megcélozva. 18 éves korára már 10 embert is megölt. 1973-ban tartóztatták le, de a börtönben 4 rabtársát is megölte. 2003-ban ítélték el 71 ember meggyilkolásáért, és 128 év börtönbüntetést szabtak ki rá, annak ellenére, hogy a helyi törvények nem engedélyezik a 30 évnél hosszabb büntetést. A börtönben megölte a saját apját is, aki az anyja meggyilkolása miatt ült ugyanott. Végül 47 rabtársával végzett, ami a 128 évnyi börtönbüntetését 400-ra emelte. 2007-ben ennek ellenére 34 év börtön után kiengedték, de 2011-ben újra a rácsok mögé került, viszont ekkor már nem gyilkosság miatt. Maradunk Dél-Amerikában, csak egy Brazíliából átmegyünk Kolumbiába. Daniel Camargo Barbosa Kolumbia és Ecuador egyik leghírhettebb sorozatgyilkosa, aki valószínűleg több mint 150 kislányt ölt meg a két országban a 70-es és a 80-as években. Miután megszökött egy kolumbiai börtönből, Ecuador fővárosában kapták el, és a hatóságoknak 72 gyilkosságot vallott be. A tárgyalása után elvezette a rendőrséget az áldozatait rejtő helyre, ahol meg is találták az addig keresett emberek maradványait. 1989-ben 16 évre a helyi törvények szerinti maximális büntetéseit ítélték, de a börtönben 5 évvel később az egyik áldozatának az unokatestvére megölte. Dr. Harold Shipman egy angol orvos, csak épp ő nem kizárólag a betegei jólétéért küzdött. A doktor urat nagybecsben tartotta a helyi közösség, de egy ponton a kollégái figyelmesek lettek a magas halálozási arányokra, illetve a hamvasztási kérelmek hirtelen megnövekedése is gyanús lett. Miután pár el nem hamvasztott testet exhumáltak, a szervezetükben nagy mennyiségű morfiumot találtak, ami alapvetően szokásos fájdalomcsillapítási mód, de túladagolva halált okozhat. A nyomozás után kiderült, hogy Shipman direkt adagolta túl az idős betegei morfiumát, hogy a végrendeletüket meghamisítva pénzhez jusson. Ezt követően kérte rengeteg áldozatának az elhamvasztását, hogy eltüntesse a bizonyítékokat, de természetesen ezt nem tehette meg mindegyikkel, az túl feltűnő lett volna. Így tudott egy ideig tevékenykedni, ami alatt 250 körüli áldozatot szedett magának. A tárgyalásán a bíró életfogytiglanra ítélte, azzal a kikötéssel, hogy soha nem engedhetik szabadon, de nem töltött csak időt a börtönben, mert 2004-ben a saját cellájában felakasztotta magát. És akkor vissza Kolumbiába, ahol az ország és a világ egyik leghírhettebb sorozatgyilkosa, Pedro Alonso López tevékenykedett. Több mint 300 lányt erőszakolt és gyilkolt meg szerte Dél-Amerikában. A leggyakrabban kieső városrészekbe vagy elhagyatott épületekbe csábította őket, ahol többféle módon különös brutalitással végzett velük. Egy meghiúsult gyilkosság után fogták el, amikor az áldozata kiszabadult a karmai közül és piaci kereskedők a sarokba szorították. Több mint 300 gyilkosságot vallott be, de a rendőrség csak akkor hitt neki, amikor egy hirtelen áradás kimosott egy tömegsírt, ahova az áldozatai egy részét rejtette. 1980-ban tartóztatták le Ecuadorban, ahol 18 év börtön után deportálták Kolumbiába, hogy életfogytiglanra ítélhessék. Már ennyit a 10-es listáról, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb tartalmakról.